Németországban 2865 eurót, az Egyesült Királyságban 2244 eurót visznek haza átlagosan a dolgozók. A régióban Magyarország is messze megelőzi Szerbiát. Akármennyire is alacsonynak számít a szerbiai átlagkereset, sokan mégis túlértékeltnek tartják. Ami az átlagfizetéseket illeti, ez most nálunk 2013-ban 40 ezer dinár környékén van, ami szerintem viszont kicsit túlértékelt, mivel hogy kis számú, nagyon jól kereső ember ezt az átlagot felemeli. Viszont kevésbé fontos az, hogy mekkora ez a bizonyos érték, tehát hogy mennyi az átlagfizetés, hanem inkább az, hogy mennyi a vásárló ereje. A tej és más alapvető élelmiszerek ára Szerbiában nem sokkal tér el az uniós átlagtól. Műszaki cikkeket azonban sokkal olcsóbban vásárolhatnak a jobban kereső uniós állampolgárok. Míg egy márkás porszívó nálunk hozzávetőlegesen 13 ezer dinárba kerül, addig ugyanezért a modellért Magyarországon 10 ezer dinár, az Egyesült Királyságban 9500 dinár, Németországban pedig 9000 dinár ellenértékét fizetik ki. Az árkülönbséget elsősorban a vámok, az adók és a járulékok okozzák. Bármilyen terméket, amit mondjuk a külföldi piacon gyártanak, és mi szeretnénk itt megvásárolni, arra értelemszerűen rögtön annyival többet fizetünk, mint amennyi a behozatali. Vám, az adók, a járulékok, a szállítás, tehát erre számos költség rámegy, és ezért effektíve mi drágábban fogjuk megvásárolni azt a terméket, amit mondjuk rá a hazai piacon, ott, ahol gyártják, olcsóbban és nagyobb fizetés mellett tudnak megvásárolni. A szakemberek szerint a szerbiai drágasághoz hozzájárul a konkurencia hiánya is. Míg Szlovéniában egyes termékek vásárlásakor 30 árucikk közül válogathatnak a vevők, addig Szerbiában a felkínált áruk száma csak 5-6.